Pénteken délután gyúlnak a fények Győrben. A közvilágítással egy időben várhatóan 16 óra 20 perckor kapcsolnak be a karácsonyi díszkivilágítási eszközök. Idén 14 kilométernyi fényfüzér ékesíti majd a várost. Igaz, hogy a karácsonyi vásár megtartása még kérdéses, de a belváros nem marad ünnepi fényköntös nélkül. Október végétől elkezdtük építeni a karácsonyi díszvilágítási elemeket, hogy miért október végétől. Hál' Istennek olyan nagy mennyiségű eszközpark áll rendelkezésre, amit az elmúlt években szereztünk be és használtunk föl, hogy közel 5 hét szükséges ahhoz, hogy a város minden területén, ahol felszoktuk helyezni ezeket a világító eszközöket, el tudják a kivitelezőink helyezni. 4 kosaras autóval 16 villanyszerelő dolgozott azon, hogy a belvárosi sétáló utcákban, tereken minden a megszokott fényben ragyogjon decemberben. Van egy központi raktár, ahol fel van a címkézve ezek a fényfűzérek, csatlakozó kábelek, hosszabbítók, biztonsági, villamosbiztonsági eszközök, és ezeket gyakorlatilag felcímkézve utcáról utcára helyezik el fákra, épületek közötti girlandra, épületeknek az erkélyére, amire felszoktuk helyezni. Ez mintegy 14 km fénykábelt és 4000 darab LED fűzért jelent. A Széchenyi térre hétfőn kihelyezett mindenki karácsonyfáján kívül, a tervek szerint idén még több mint 40 helyszínen láthatóak majd karácsonyi pompában díszelgő fenyőfák a városban.